Március 1-től Vejna Tímea lett az AV Investments Kft. A Vajna Birodalom magyarországi érdekeltségeit összefogó holding cég társügyvezetője, írja a G7. Bár a változást még nem jegyezték be, a szükséges iratok már beérkeztek a cégbíróságra. A Vajna örökség megmaradt részét összefogó cégnek még két ügyvezetője van. Kovács Andrea, Vejna bizalmasa és Samuel Russell Falconello, az elhunyt üzletember korábbi amerikai cégtársa. Az özvegy egyedül nem. Csak Falconellóval közösen jogosult képviselni a céget, azaz nagy felelőssége nincsen. Munkájáért azonban az év végéig havi 12.500 euró, azaz jelenlegi árfolyamon valamivel több mint 4 millió forint díjazásra jogosult. A Vajna Birodalom legfontosabb vállalatai azok, amik a kaszinókat működtetik, de ezeken kívül is vannak még benne cégek, a csoport értéke több 10 milliárd forint. A G7 szerint az öröklés körül még nincs minden eldöntve, hosszú eljárás is élhet majd, hogy megállapítsák, mi kié lesz. A TV2-nél az már látszik, hogy Vejna halála után szinte azonnal elkezdte átvenni a hatalmat a csatornánál Mészáros Lőrinc, azaz Orbán Viktor üzleti köre. G7.